Az ismeretbővítés volt a célja annak a helytörténeti kvíznek, melyet a Sinka István Városi Könyvtár szervezett általános iskolásoknak. A bihari példaképekről szóló vetélkedő során a diákok olyan feladatokat oldottak meg, melyek Irinyi János vegyésszel, Kabos Endre vívóval, Gróf Tisza István politikussal, Karacs Ferenc térképkészítő rézmetszővel, illetve Szűcs Sándor íróval voltak kapcsolatosak. Az október 14-i alkalmon mindenki emléklapot kapott. A vetélkedő a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Példaképek a könyvespolcról című pályázat keretében megvalósult programsorozat utolsó eleme volt.